Arról van szó, hogy be van nyugva egy tőfélénk 722 N-es modem, és egyszerűen nem akar rá csatlakozni egy hotspotra. Van, most megtalálta. És rámegyek. Rákonnektolt. Tesztem hát ezt a Epic Game Launchert. Lehetne frissíteni. Próbáltam már. Mindenféleképpen. De nem volt jó. Nagy valószínűséggel. Most nem lesz az. Látszolni! Most is a számítógép olyan 90 wattot. Tessék, mint fagyaszt el! Úgy van, 85, 90 körül. Nem semmi. Nem hiába. Legszorabb vételem, ami eddig volt. Ehhez vezet az, ha túl sokat a munkás oktatási szerinti kell követni, vedd meg a legszarabbat, és az lesz a legjobb. Ilyenek voltak. Máshol nő. És be fogja egyáltalán tölteni. És egyáltalán a rendszer a vezetékesen van, vagy a mobil hálózatot. Tudom. Azon is rajta van. És hát, ha mobil hálózaton be fogja tölteni. Státuszt. Úgy néz ki, hogy nincsen rajta. Van. Le fogom rakni rajta. Lekapcsolom az adaptert. És most már Wi-Fi-s hálózatot fogja jobban használni. És van, amennyivel gyorsabban is tölti, milyen stabilan. Úgy néz ki, hogy most a népessége a vezetékes interneten volt. Nem megfelelő. És mobil internet egyre jobban terhelik, de ez van, hogy a legolcsóbban jó sok munkás külföld, és most a ünnepek vannak,
itt vannak topaján, és egyszerűen leterhelik a hálózatokat. Ez a globáteles meg tisztára nyugodtan, eléggé gyorsan tölti. Le. Stabil. Addig meg nyugodtan. Tonáztatom magamat! Izmosítom! Nem, az agykapacitásomat! Nem pedig nem ott ülni, és közben növeszteni a zsírrétegeket.
vaja nem töltődik. És érdekes, hogy valami hiba lett a... Epic. Oncserba! És mégis úgy néz ki, hogy... töltődik, de közben meg... nagyon... semmi! És települt a... frissítések! Ki vagy. Feltelepült. Töltődik a stúdió. Ki lehet választani asztalt, hogy milyen. És bejelentkezni. Következő leg lesz tatva, és lehet, hogy kiválasztok valami ingyenes játékot, és kipróbálom, hogy mire is képes ez a számítógép. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!